Sztok, üdvözlök mindenkit itt a Kókusz pluszon. Újra visszatértem kis kidolgozott anyaggal, valami érdekes témát feldolgozunk ma is, és mivel úgy kattintottatok rá, hogy láttátok a címét, ez egy nagy meglepetés nem lesz. Az önkormányzatokról fogunk beszélni egy kicsit, meg ezzel kapcsolatban itt a választásokról, mik történtek, milyen érdekes, izgalmas sztorik voltak, csak gondoltam, hogy egy kis hátteret is adhatnánk ezeknek az izgalmas sztoriknak. Úgyhogy én azt mondom, hogy kezdjük is el mert hát teg mindegy, hogy hol éltek az országban, akár Budapesten, nagyvárosban, kisvárosban, faluban vagy tanyán, akkor is egészen biztos, hogy részei vagytok egy helyi önkormányzatnak, vagy egy helyi önkormányzat területének. és ezek a helyi önkormányzatok, hogy a nevük is jelzi, ezek a demokráciánknak és a közösség szervezésnek a hivatalos szintjeinek a legalsó fokát jelentik, és hát mint egy ilyen nagy piramisnak a legalsó szintje gondolhatnánk, hogy talán nem ez a legizgalmasabb szint, vagy a legfontosabb szint, de én azt gondolom, hogy nyilván ez valószínűleg amúgy is a legtöbben azt gondoljátok, hogy ez nem így van nyilván, hogyha kiveszed a piramis legalsó szintjét, akkor nem biztos, hogy az meg fog állni ugyanúgy, de nyilván egy fontos területet töltenek be ezek is. Az én meglátásom az, hogy ezek a helyi önkormányzatok, ezek rendkívül fontos elemei az ország szervezetének, és hát sok esetben a család feletti, vagy van, akinek esetleg a család helyetti helyi közösség szervezhető egységét jelentik. Egy jól működő önkormányzat, egy jól működő közösséget is hozhat létre. Én láttam erre példákat, és az, az szerintem nagyon egy nagyon pozitív dolog tud lenni. Nyilván, amikor meg arra látunk példát, hogy egy rosszul működő önkormányzat hogyan engedi el a kezét a helyi embereknek, az egy kevésbé jó példája lehet. De egy jó, egy jó közösséget, hogyha sikerül kiépíteni egy településen, az, az azt eredményezheti, hogy sikerül megtartani mondjuk ott helyben a fiatalokat, nem hagyja el magányosodni a közösség akár az öregeket, de nem feltétlenül kell öregnek lenni ahhoz, hogy valaki elmagányosodjon, és mondjuk teremt egy olyan környezetet, amiben lehet boldogan élni, boldogan boldogulni, akár családot alapítani, és gyerekeket nevelni. Nyilván ez ugyebár nem kizárólagosan az önkormányzatok feladata, egyértelmű, azon kívül, hogy itt a természetesen az egyéneknek is mindenkinek van felelőssége abban, hogy, hogy milyen milyen életet él, emellett természetesen nagyon sok tekintetben a környezetünk meghatározza a lehetőségeinket, és hát az önkormányzatoknak a környezete is, az országos vezetés is meghatározza a lehetőségeit. Egy jól működő önkormányzathoz és közösségszervezéshez az országos vezetésnek is biztosítania kell a kereteket, de természetesen ugyanúgy az országos vezetés is meggebethet hogy biztosítsa ezeket a kereteket, hogyha mondjuk... A tömörkények, ami ugye a mai napi naptelpülése volt a van ez így be tömörkény, hogyha ott azt mondják, hogy ők nem akarnak jó közösséget építeni, akkor szegény Orbán Viktor azt sem, amit akar, nem fog sikerülni. De nézzük is meg így az elején gyorsan, hogy mi határozza meg a mai önkormányzataink helyzetét, ugye 1990-ben sikerült levedzeni az átos, átkos rendszert, és az ország vezetői új törvényeket alkottak. A 1990-es önkormányzati törvényben a tanácsokat felváltják ezek az önkormányzatok, amelyek sokkal nagyobb autonómiát kapnak. Az autonómiával vannak települések, akik jól vannak, akik nem annyira jól élnek, de a szabadság mellé mindenki azért rengeteg feladatot is kap, és ezekhez pedig az ezek ellátására kapott összegek pedig az ország vezetésének a döntéseitől, és gyakran aktuál politikai helyzetektől is nagyban függnek. Erre az anyagi helyzetre még vissza fogunk térni. Az EU csatlakozás folyamatán is nyilván ennek az önkormányzati törvénynek meg kellett felelnie a, az európai önkormányzat kartájának, kartának, de ez hatalmas változásokat nem hozott. A, meg, meg Megtartotta ez a jogszabály még a tanács törvénynek a koncepcióját, Úgyhogy ezután is szükségesé vált a jogi reform, hogy az önkormányzatok feladatai azok jobban körülhatárolhatóak legyenek, és a finanszírozásuk biztosított legyen, hiszen a hektikus gazdasági helyzetben, ami a 90-es években, meg a 2000-es években megfigyelhető volt, azért sok önkormányzat, megyei és helyi is gazdasági nehézségekkel küzdött, nagyon eladósodott, és a 2000-es évek közepére hát már nagy problémák alakultak ki, és ezen nyilván a világválság csak nehezített, tovább rontotta a helyzetüket. Így végül az általuk felhalmozott 1200 milliárd forintos tartozást, azt, azt az adósságot több lépésben átvállalta a magyar állam, és 2014-ben már teljes mértékben átvette a magyar állam ezt az adósságot. Ez amúgy, hogyha lefordítjuk ez a mai forintra, nagyságrendileg egy 2000 milliárdot jelent, ami hát ha belegondoltuk, az azért elég sok lehet. Fogunk itt számokkal is dobálózni, csak hogy megpróbáljunk egy kicsit mindenkit így kontextusba helyezni, hogy mi mennyi. Ne felejtsük el, hogy egy, egy himnusz emlékpark az 8 milliárd. Nagyságrendileg. 2011-ben újra a törvényt alkotott a kormányzat. A 2011-es Magyarország helyi önk önkormányzatairól szóló törvényben átalakították az önkormányzatoknak a, jogszabályi kereteit. Meghatározta ez a törvény most már az, önkormányzatoknak a feladatait, amelyek kötelező és vállalt feladatokra hozhatók, de az, a törvény maga, tehát egyben felsorolja őket. Jellemző volt ezután a jogszabály után a feladatoknak, az önkormányzatok feladatainak, feladatai közül sok a centralizáció felé haladva egy ilyen átrendezésen esett át, és esetleg részben mondjuk akár megyei szintre emelkedett, vagy a járási hivatalok kapták meg őket, esetleg más formában központosították őket, mint például a közoktatást. A községeknek, a városoknak, a járásszékhelyek a városoknak, a megyei jogú városoknak, vagy hát most már ugye bármegyei jogú városoknak, a fővárosnak és a kerületeknek, valamint a megyei önkormányzatoknak egymástól eltérő feladat és hatáskörei lehetnek és az, hogy tehát ezeket a feladatokat főleg a, tehát a gazdaság teljesítő és a lakosság számtól függően kerülnek megállapításra. 2013-ban történt még egy lényeges hatáskör átcsoportosítás. A legnagyobb változást az jelenti, hogy az óvodai ellátást kivéve a köznevelésnek az ügye, az, az általános és a középiskolák fenntartása az, az a helyi önkormányzati rendszer től átkerült, az államhoz, ez most már az államnak a feladata. Nőtt az állami szerepvállalás az egészségügyben, a szociális igazgatás területén is. Ezeken a területeken nyilván ugye zsugorodott az önkormányzatoknak a, a, a közügyeinek a köre, de az önkormányzatok új feladatköröket is kaptak például a helyi közbiztonságot, vagy a hajléktalan kérdést, és a például a helyi piacsal kapcsolatos feladatokat. Így az önkormányzat hatósági szerepe az háttérbe szorult, és maradt a hangsúly a település szervezésen, de mivel nem volt megvalósítható az államigazgatási jogköröknek a teljes szétválasztása, ezért maradtak ilyen jogkörök a jegyzőnél is, vagy ilyen hatáskörök. Igen, hát itt szóval, aki nagyon érdekelne, az a magyarországi ö, helyi önkormányzatairól szóló törvénynek a 13 paragrafusában megtalálja itt a, a feladatistát. Nyilván, amire Hát most már így visszatekintve talán mindannyian láthatjuk, hogy ez, ez sajnos így alakult, a probléma, a, a finanszírozási probléma az fennmaradt az átszervezés után is. Sajnos nem csak az önkormányzatok feladat és hatásköre csökkent ugyanis, hanem a finanszírozások is a hatáskörelvonásokkal, amely már ugye nyilván, ahogy beszéltük, korábban is problémát jelentett. Az önkormányzatoknak a, a bevételeinek a jelentős részét a helyi iparűzési adó, iparűzés után beszedett adóból tudták megvalósítani. Budapesten például, hogyha a 24-es költségvetést nézzük, akkor a 437 milliárdos kiadási főszeghez képest 303 milliárd forint volt a helyi iparűzési adóból származó bevétel, de hogyha nézzünk egy vidéki várost, akkor Nagykanizsa esetében például azt láthatjuk, hogy a bevételének hát majd a 80 át teszik ki az iparűzési adóból származó bevételek, 5,3 milliárdos összbevételből 4,8 az adókból van, és az abból 4 milliárd, az csak ez az iparűzési adó, úgyhogy láthatjuk, hogy ez milyen fontos szerepet tölt be az önkormányzatok életében, és ezért volt olyan rendkívüli esemény, amikor Gödön létrehozta a kormányzat az első különleges gazdasági övezetet, ennek eredménye kép az övezetben keletkező iparűzési adót nem a város kapta meg, hanem a megyei önkormányzathoz került, amely hát hogy, hogy nem fideszes vezetésű volt, míg a, ugye a városi önkormányzat az éppen ellenzéki volt. Valószínűleg véletlen egybeesés, de mondjuk a telex éppenséggel úgy fogalmaz, hogy az ellenzéki települések kifosztására találták ki ezeket a különleges gazdasági övezeteket. Ma Magyarországon négy különleges gazdasági övezet van, Gödön, Iváncsán, Moson, Magyaróban Pakson írta ezt a telex, és hát Paks esetében az atomerőműből származó helyi adóbevétel az rögtön két megyei, vármegyei önkormányzathoz is kerül. A kormányzat viszont most megszünteti ezeket az övezeteket, ami hát egy kicsit furcsa, mert ö, ugye végül is annyi változott, hogy Gödön Fidesz közeli lett a vezetés, Fidesz barát lett a vezetés, nem ellenzéki a polgármester, maradjunk ennyiben, nem ellenzéki a polgármester. Ezzel egy időben pedig Navrasics Tibor hát kitalálta, hogy a járási szinten lehessen majd eldönteni a helyi iparűzési adó bevételeknek egy részét, hogy hova kerüljenek. Ezzel kapcsolatban még azért nem lehet pontosan látni, hogy hogyan fog megvalósulni egészen pontosan ez az átrendezés. Főleg amúgy az is érdekes, hogy ugye nyilván a járás az egy kormányzati, kormányhoz köthető felosztás, úgyhogy a járáshoz tartozó települések polgármestereiből, vagy vezetőiből verbuvált csapat által, meg mások által fog majd akkor eldőlni, hogy hova kerüljön a pénz. De hát itt még tényleg semmi biztos nincsen, itt tervezetek vannak nem lehet még pontosan látni, hogy hogyan fog megvalósulni, de az biztos, hogyha, hát, hogyha a korábbi rendszernek megfelelően fog, akkor egyáltalán nem biztos, hogy teljesen átlátható lesz ez a rendszer, és hogy a közszámára nagyon könnyedén hozzáférhetőek lesznek ezek az információk, lehet, hogy csak néhány év pereskedés árán fogjuk majd megtudni, hogy a közös pénzünk az pontosan mire is ment el, és mi alapján döntöttek úgy, ezek a választott vezetőink, hogy, hogy mire költsük el. Hát ezen kívül megfigyelhetünk egy másik érdekes dolgot. Hát most különösen itt a 2024-es választások kapcsán, mert ugye most voltak önkormányzati választások is, nem csak az európai parlamenti választások futottak le. Sokan nem is emlékeztek rá, de régen a magyar politikában voltak olyan események, amikor így, így a választásokat követően, tehát valaki olyan nyerte meg a választást, aki előtte nem volt hatalmon. Tudom, de kapaszkodjatok meg, túl fogunk esni ezeken a dolgokon, tehát létezik ilyen. Régen is, régen volt ilyen. És akkor, de akárcsak egy város esetében is, valaki más vette át a vezetést, mint aki előtte volt. Ilyenkor a korábbi vezetés az hát összepakolt, és felkészült a változásra, a kádert cserére, ugye. Ez az az esemény, ami sok helyen már nagyon régóta nem történt meg, és hát országos szinten, pedig aztán végképp már 14 éve nem láthattunk ilyet, akár, akár Fideszes városokról, akár ellenzéki városokról beszélünk, Ott is gyakran tartották meg az utóbbi évtizedben a helyüket a, a, a vezetők, és hát ilyenkor ugye nem kell lecserélni a saját embereikre az egész városházát, meg az egész állom aparátust, ezt a káder cserét, ezt, ezt, így már régen nem láthattuk, mert ugye a saját, saját embereik ülnek ugyanúgy ott. Viszont most 2024-ben mégis több helyen láthattunk ilyen újdonságokat, valami magasztosat, valami különlegeset, valami egyedit, mostanság egyedit. Ugyanis van az a helyzet, amikor a búbos kemencén így ott ül az elkényelmesedett, elgémberedett, lábú, ilyen nagy fölfújt, szőrű, ilyen tejfölös szájú, tejfölös bajszú macska. Oda jön egy kutya, és ő is oda akar ugrani a kemencéhez, és akkor így föl fölriasztja ezt a szegény macskát, és az ott a nagy ijegységében, azt se tudja, hogy mit csináljon, de az biztos, hogy nem fog örülni ennek az eseménynek, ez a, ez a tejfölös bajszú macska, és hát utána akkor bosszúból legalább egy poharat biztosan level egy, lever egy asztalról, de ez még valószínűbb, hogy nem fogja hagyni, hogy a kutya mondjuk ugyanott a búbos kemencénél nagyon jól érezze magát. És én arra gondoltam, hogy megnézhetnénk néhány ilyen eseményt, hogy hogyan viselkedtek ezek a tejfölös bajszú, elkényelmesedett, elgémberedett lábú macskák, akiket különböző búbos kemencékről most a 2014-es évben sikerült fölriasztani. Nézzük meg rögtön Győrt, ahol Dézsi Csaba hát sajátos megoldást talált. Dézsi ugyanis megnyírbálta a polgármesternek a jogkörét, az utolsó polgármesterként töltött napjaiban, nehogy a korábban a polgármester számára elérhető forrásokról majd az utódja döntessen, vagy esetleg közpénzek követhetőségére kötelezhesse az önkormányzati cégeket. Érdekes megfontolások, vagy hát érdekes döntések, és mindezt ugye tette az árvízi vészhelyzet víz, alatt. Felmerül a kérdés, hogy ki volt az valójában az országban, aki az árvízet propagandára, vagy esetleg figyelemelterélésre használta. De hogyha megnézzük, itt van például a HVG-nek a cikke, erről az esetről. Ugye Pintér Bence az új polgármestere Győrnek azt állítja, hogy a Fidesz pucsot hajtott végre ellene, Megnyírbált a Pintér Bence megválasztott polgármester rendő jogkörei Dézsi Csaba András ciklusának utolsó közgyűlésén a Fidesz, Fidesz többségű képviselő testület Győrben közölte Pintér. Ja, hát a Pintér Egyesülete. A testület olyan szervezeti működési szabályzatot fogadott el a keddi közgyűlésen, amely szerint az októbertől létező frakció értekezletén Pintér Bence szavazata 31,8%-ot ér majd, a Fidesz frakció vezetője pedig 63,6%-ot, vagyis a Fideszes frakció vezető a jövőben egy személyben dönthet azokban a kérdésekben, amelyekben eddig a polgármester járt el. Hát, hát, ez legalábbis furcsán hangzik. SMS-módosítás minden mellett eddig átruházhatott hatásköröket is elvon a leendő polgármestertől, amivel már az önkormányzati ügymenet mindennapi működését is súlyosan veszélyeztetik. Azt mondja Pintér Bence, hogy ezzel a döntéssel pucsot hajtott végre a Fidesz egy kamu intézményt találtak ki, hogy korlátozó lépésüket fedezzék, mostantól a polgármester jogait az úgynevezett frakcióvezetők értekezete gyakorolja, ezzel a Fidesz frakcióvezetőjével az éjjelen folytathatják a város teljes körű deuralását, a kasszak kiürítését. Azt mondja Pintér, hogy még a ezen a közgyűlésen gyorsan meg is szavaztak néhány nagyon fontos ügyet. Szoborra újabb 42 millió forintot szavaztak meg, <laughs> és egy hete már kettő másikat is rendelt a város, 130 millió forint Értékben. A Fidesz frakció is kap egy luxus irodát a Városházán, és fejenként 30 millió forintnyi támogatást kaptak egyes alapítványok és egyesületek is. Köztük a távozó polgármester saját alapítványa, sorolta Pintér. Hát, érdekes, hogy itt van Dészi Csaba egy ilyen Fidesz glóriával. Ezek is döntések. Azt, azt felejtette el, Dézsi Csaba, hogy ezek a műveleteivel, hogy 2020. októberétől hát már nem ő, nem ő lesz meg a megválasztott vezető, úgyhogy lehet, hogy nem ő, neki kéne gyakorolni ezt a közhatalmat, akár áttételesen, de hát lehet könnyű ebbe így beleesni, én nem tudom, én még nem voltam, volt polgármester, és azon már nem, ugye nem is kell meglepődnünk, hogy a volt polgármester a Győri TV, helyi tévének az élére is az egyik propagandistáját nevezte ki, legalábbis ezt mondja az új polgármester. Hát sok sikert kívánunk a győrieknek. Itt azért Dézsi Csaba egy eléggé, eléggé feldúlt, tejfölös bajszú macskaként viselkedett. Ott volt a 12. kerület is, ahol a magyar kétfarkú kutya párt az első választási győzelmét aratta, az egész önkormányzatot megnyerte magának, tudott nyerni az ellenzék, hát uh, nyilván a gyurcsány nélkül, de amúgy még érdekes módon a Tisza nélkül is 2024-ben, és uh, hát egy olyan tényleg soha nem látott helyzet állt elő, hogy a kutyapárt az egész kerületet igazgathatja, nem is volt boldog. Hát amúgy a DK se, hogyha visszaemlékszünk, sajnos a korábbi polgármester Pokorni Zoltán se volt boldog, aki hát uh, egy igazi fideszes nagyágyú, hát volt, volt oktatási miniszter, volt a Fidesz elnöke is, és 2006 óta vezette a kerületet. Volt időszak, amikor rendkívül emberarcú fideszesnek tűntő, így volt reklámozva de azt, azt nem, nem is tudhattuk nagyon sokáig, hogy mennyiri, mennyire is egy közülünk való kis ember, egy állampolgár, egy egyszerű állampolgár. Például, például olyannyira, hogy az ő házában a, takarított az önkormányzatnak a takarítója, az önkormányzat kocsiával hozták az önkormányzat takarítóját, aki az önkormányzati ta takarítószerekkel ugye bement a, a polgármester ú saját házába, és akkor ott önkormányzati kitakarított, és akkor utána pedig az önkormányzati autó vissza is önkormányzati vitte az önkormányzati takarítót ezek után. Ugye a Kutyapártnak ezen a videóján még azt is láthatjuk, hogy Pokorni ezen a munkanapon inkább kutyát sétáltatni megy, mint az önkormányzatba dolgozni, amit meg hát ugye ki ne értene meg, kutyát sétáltatni azért egy remek dolog míg hát nem tudom. Azt nem tudom, hogy milyen polgármesternek lenni, és hogy úgy az önkormányzathoz bejárni, dolgozni, de biztosan amúgy a legtöbben azt is izgalmasnak találnánk. Hát, de végül is 10, 18 év. Szűz anyám. Azután lehet, hogy a, hogy a pokorni már unta. De hát a leváltásáról határozó választás után ez az emberarcú Fideszes újabb emberarcú bizonyítékokat is letett. Az önkormányzati cégek vezetőinek hogy gyorsan megszavazott egy évközi jutalmat. Volt olyan vezető, aki a rábízott két cég több mint 1,2 milliárdos árbevétele után 5 millió forint eredményt tudott termelni ebből a két önkormányzati cégből, meg is jutalmazták érte, ez a jutalom pedig az önkormányzatnak 6 millió forintjába került, úgyhogy hát hogy, hogy nem természetesen megérdemelte az utolsó fülérig. Tiborcnak a BDP stzrt a leendő székháza is a kerületben épül, és ennek a telkéjén gyorsan megemelte az önkormányzat a beépíthetőséget, ezzel megnövelte természetesen a teleknek az értékét, de nem, nem kellett érte fizetnie semmit ennek a cégnek, ezt csak úgy jó szándékból mondhatjuk, az ország vejének kedveskedett ezzel a kerület gyorsan meghirdetett az önkormányzat eladásra két önkormányzati ingatant, egyiket olyan áron, mint egy kőbányai panelt, nem kőbányai panelekről volt szó. A Fidesznek, a kdnp nek és a DK-nak öt évre ingyen székházat szavazott meg az önkormányzat, gyorsan, ami még az is lehet, hogy tiltott párt finanszírozásnak fog minősülni, bár végül csak a Fidesz vette igénybe ezt az irodát, azért mégis Érdekes, hogy volt, akinek kedveskedni akartak, volt, akinek nem. Volt, még, még lehet, hogy volt ott egy másik párt is abban az önkormányzatban. Emellett említésre méltó az új vezetésnek a lejáratása is, miszerint hát itt mindenkit ki fognak rúgni, és hát nyilván ez a kutyapárt, a mongol horda, ami kifosztja a várost, és nem pedig a megválasztott új vezetés, amire a legtöbb ember szavazott abban a kerületben, de hát azóta láthatjuk, hogy micsoda emberevés folyik ott, például a közmeghallgatás havonta ez és nem évente, és ugye azt ígérték, hogy annyit fognak csak csinálni, hogy legalább nem dobnak el egy filért se. A legjobb biznisz viszont ugye a parkolás lett volna, hogyha ezt nem mondja vissza az önkormányzat, mert valaki elrontotta ezt az egészet, nyilván ugye az új, új vezetés volt, aki elrontotta ezt az egészet már előre, mert gyorsan kiírták 30 hónapra fél milliárd forint értékben ezt a közbeszerzést, a parkolás működtetésére, És csak a mostani üzemeltető céget, vagyis hát a korábbi, most már lehet, hogy most már nem is üzemel, ez a, üzemelteti ez az üzemeltető cég a parkolást a 12. kerületben, de akkor, aki üzemeltette, őket hívták kizárólag meg, és hát így meg is nyerték ezt a közbeszerzést. Érdekes módon nyilván ez, ez érthető a kutyapárt szerint azért kellett visszavonni ezt a, ezt a kiírást, mert hogy itt az történt, hogy az önkormányzat vonta vissza. A azért kellett visszavonni, mert a hat hatóságok amúgy is letiltották volna ezt a közbeszerzést, mert nem volt szabályos. Még Budapesten se igaz, hogy csak egy cég lenne képes a parkolást működtetni, hiszen több cég is működtet parkolást. Budapesten. Lehetetlen ezt így megindokolni, és rosszul nézett ki így a, a, a meghívásos közbeszerzés, ahol csak egy cég tehetett ajánlatot. A korábbi vezetés indoklása pedig az, hogy, hogy ez az így rosszul járó cég mondta vissza, vagy hát vonta vissza a pályázatát, és arra hivatkoztak, hogy a kutyapártos új vezetés, hát ezek velük nem lehet együtt dolgozni, majd, és akkor inkább ők nem is akarnak. Együtt dolgozni velük, félmilliárd forintos biznisz. Nyilván a piacon így működik egy cég, félmilliárd forintos közbeszerzés, Nos, ezt megnyertük. De szerintem sokat fogunk vitatkozni. Inkább nem kell. Ez elképesztő üzleti érzékre val. Paks! Paks! Paks ma már szóba került. Itt a régi polgármester, miután 30 millió forintot, forint prémiumot megszavazott a korábbi jegyzőnek, azt is mondta, hogy szerinte ez nem csak, hogy nem ütközik semmilyen jogszabályba, de még teljesen etikus is, semmilyen morális dilemmát ez nem vet föl szerinte. Azok után, hogy ugye a kormányzat elvette innen az, az atomerőmi által befizetett iparűzési adót, egy ilyen megyén át, megyéken is átívelő széles összefogásnak adta át. Ezután még úgy gondolta a polgármester, hogy ez a 30 millió, ez nem fog hiányozni majd a költségvetésből, hiszen az a 7 milliárd mellett, amit elvontak, már ugye mit számít? Nyilván amúgy ezt mondta erre a leköszönő polgármester, hogy mindenkit meg kell, hogy nyugtasson, mert a lakosság érdekeit elsősorban szem előtt tartva hozott meg minden vezető, minden kapcsolódó döntést. Sajnos nem ünnepelni kezdett ezután a lakosság, de bele is nézhetünk itt egy videóba, ugyanis Telex készített videót Pakson. Amikor, amikor ezek a kérdések felmerültek. Én, ez a az elvont pénzt a továbbra is Fideszes vezetésű Tolnai és Bácskiskun megyei vármegyei önkormányzat kapja, és oszthatja szét belátása szerint a települések között. Ők most elvesztették ezt a várost, és, és a helyi politikusok helyi Fideszes vezetés, városvezetés, eddigi városvezetés, az uh, így most <coughs> egyfajta bosszú vágy kiteljesítését érezheti, amellett egyes helyi politikusok, vagy politikus, aki a megyei közgyűlés elnöki várományos, bizony Sorbán Attila, ő neki ez jól jöhet, hiszen ugye ők fogják, ő, fogja, ő, kapja ezt a pénzt, és a Tolna megyei részt, az bizony ő osztogathatja majd az elkövetkezendő években. Önszön. Hát érdekes. Pont akkor, amikor, amikor leváltják a Fideszes polgármestert, akkor a Fideszes megyei közgyűlésekkel, vagy a önkormányzatokkal, hogy majd eldöntsék, hogy mire menjenek ezek a pénzek. Micsoda végtelen mennyiségű véletlen egybeesés történik ebbe az országba, de szerencsére sikerült megkérdezni a, a, a polgármestert is, hogy ő mit szól ezekhez a változásokhoz. Ezt a pénzt és a megyei részt az bizony ő osztogathatja majd az elkövetkező Mindjárt. években. Ön szerint ennek az egésznek van egy olyan üzenete az országos szinten, hogyha az emberek ellenzékre szavaznak, akkor ilyen büntetésekre számítanak, mint akár 6-7 milliárd forint adó elvonás a településtől? Hát erre sajnos én nem tudok válaszolni. Sajnos ő nem tudja hogy akkor lehet -e erre számítani máshol is. Azt látjuk, hogy itt történt egy ilyen véletlen egybeesés Paks esetében is. Hát előtte Göd esetében is történt egy ilyen véletlen egybeesés. Furcsa, a kettő véletlen egybeesés, ez még, még lehet, hogy csak véletlen egybeesése. De Elképzelése van arról most Fideszes polgármesterként, hiszen hiszen ebben az esetben most, amikor ön elveszítette a választásokat, valóban a kormányzat így döntött, és volt hasonló már Gödön, Iváncsán, Moson-Magyaróváron is úgy tűnik, hogy van egy ilyen mintázata önnek a Fidesz tagjaként mi erről a vélemény? Nem tudok erre válaszolni. Választópolgárként mi erről a vélemény? Választópolgárként nem nyilatkozom. Tisztesség? Micsoda life hack! Választópolgárként tudja, hogy nem kell nyilatkozni, úgyhogy inkább nem is nyilatkozik. Fideszes politikusként meg sajnos semmilyen véleménye nincs erről. Érdekes nem, nem nagyon tudtunk meg tőle sok mindent. Megnézem még itt lehet, hogy mond egy-két érdekeset, hallgassuk csak meg. Választópolgárként nem nyilatkozom. Tisztességesnek tartja a kormányzat eljárását ebben az egész kérdésben? Erről sem szeretnék most nyilatkozni, erről a kormányzatot kell megkérdezni. És egyetért a döntésen? A kormányzatot kell megkérdezni arról, hogy ő tisztességesnek tartja-e? Legalábbis nem tudom, vagy nem így kell értelmezni? Egyet értek a döntéssel. A polgármester úr elmondta, hogy egyet is ért azzal, hogy a kormányzat elvette Paksvárosától ezt a pénzt. Azt gondolom, hogy nagyon komolyan el kéne gondolkodni azon, hogy ő kit képvisel saját magát, a Fidesz-KDNP-t, vagy Paksváros lakosságát. Hát igen, itt, itt pedig a, a, a megválasztott polgármestert, Heringes Anitát hallhattuk, és hát igen, Végülis, is, hogyha valakit polgármesternek megválasztanak, akkor az biztos, hogy... Különösen oda kell figyelnie arra, hogy azok, akik őt megválasztották, akik ők, akik őt a saját közös ügyük intézésével megbízták, hogy ő rájuk milyen hatással van. vannak a különböző döntések, erre biztos, hogy oda kell neki figyelnie. Felmerül az örök kérdés, de sikerült. Szóval a valódi probléma ezzel a sok különböző történettel az, hogy sok esetben úgy tűnik, hogy nem a közjaba a cél. És a, a, így a városoktól elvont pénzek a megyei önkormányzatoknál nem feltétlenül közhöz jutnak vissza. Nem mindig olyan szervezetekhez, akik, akik fontos feladatokat látnak el, mert nyilván egy csomó helyi civil szervezet nagyon fontos feladatokat lát el. De gyakran különböző homályos gazdasági társaságokhoz esetenként meg úgy tűnik, mint hogyha egyéni érdekeket szolgáló szervezetekhez helyeznének inkább pénzeket, inkább odaítélnék ezeket az összegeket. Például nézzük meg a városi civil alapot, hogy ott mi történt. Láthattuk, hogy annó például a és is mennyi pénzt zsebelhetett be, de a, német szilárd körüli, meg hát különböző országgyűlési képviselők szervezetei körül is találtak különböző újságok, különböző érdekes ítéleteket, döntéseket. Nyilván a helyi önkormányzatoknak a legfontosabb célja az, hogy a, hogy a helyi emberek azok, azok szívesen éljenek ott, hogy a közösségek jól működjenek, hogy megteremtsék a lehetőséget, hogy, hogy jó legyen ott élni ezeken a, ezekben a községekben, városokban, falvakban, kerületekben hogy, hogy az emberek szívesen maradjanak ott, hogy szívesen alapítsanak ott családot, és dolgozzanak, és éljék le az életüket. De amikor azt látja valaki, hogy ő nem részesül a közösen megtermelt javakból, mert azt ugye valaki lefelőzi, például egy, egy elustult tájfős bajszú macska, amikor azt látja, hogy nem kap segítséget, ha tenni akar valamit, hogyha vállalkozni szeretné, hogyha a helyi közös értékeket fejleszteni, vagy tehát hogyha azt érzi, hogy nem egyenrangú tagja a közösségnek, vagy csak annyit érez, hogy vannak egyenlők a közösségében, és vannak vannak egyesek, akik egy kicsit egyenlőbbek, akkor szerintem jogosan érezheti magát valaki rosszul egy helyi közösségben, és utána az nagyban megkönnyítheti egy embernek a döntését abban, hogy hogy máshol, akár egy másik országban próbáljon szerencsét. Úgyhogy szerintem ide vezethető az a gondolatom vissza, hogy, hogy nagy szerepe van a helyi önkormányzatoknak, és így a helyi közösségeknek abban, hogy például akár az elvándorlást is könnyebben meg tudjuk állítani, vagy a könnyebben vissza tudjuk csábítani az elvándoroltakat ebbe az országba, és ezt a, ezt a feladatot szerintem ezt egyáltalán nem szabad félváról venni. Én azt gondolom, hogy olyan helyi közösségekre van ténylegesen szükségünk, ahol, 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 jó érzést tartozni, ahol, ahol szeretünk élni, és az ilyen, az ilyen, helyi közösségeket én azt gondolom, hogy nem a karmeditából lehet a legkönnyebben és a leghatékonyabban irányítani. Mert nyilván a a táti víztoronyra, a táti víztoronynak a felújításához is lehet, hogy tát kitermedi a szükséges pénzt, és meg is tudná oldani a felújítást. Hogyha mégis arra kell várni, hogy valaki helyettük döntsön a karmelitából, a várból, és, és majd ő mondja meg, hogy mikor lehet erre pénzt szállni, én elhiszem azt is, hogy Orbán Viktor a, a táti víztoronynak a felújítását, azt rendnekül le tudná menedzselni, de azt gondolom, hogy hogy nem a legbölcsebb, és nem a legbölcsebb megoldás ez, és semmiképp se elég, a, a, semmiképp se elég autonóm, ahhoz, hogy ez így hatékony legyen. Hát igen, de lehet, hogy felül kéne vizsgálni ezt az irányt is, ezt a központosítási irányt. Lehet, ez is egy jó megoldás, esetekben, de vannak olyan esetek, ahol nem biztos, hogy ez a legjobb irány. De írjátok te ti is a kommentben, hogy mit gondoltok, vagy a kommentekben, hogy mit gondoltok ezekről a dolgokról, mondjuk, hogyha olyan településen éltek, ahol volt vezetőváltás, vagy vezetésváltás, és meséljétek el ti is a saját tapasztalataitot, tapasztalataitokat, hogy nálatok hogyan zajlott ezzel. Szeretnék én amúgy jó példákat is látni, nem csak rosszakat, de nyilván a rossz példákon pedig együtt talán könnyebben fel tudjuk dolgozni ezeket az esetleges rossz hangulatú történéseket, úgyhogy azt is nyugodtan írjátok le. Én nyilván Esztergomiként megéltem ezeknek az ősanyját, amikor amikor deváltottuk Megyes Tamást, és helyette jött Tétényi Éva aztán utána nem sokára lekapcsolta a közvilágítást a közműszolgáltató, meg hát nem jártak a buszok, mert kiderült, hogy van egy kis tartozás a városnak, csak ezt addig ugye addig nem volt fontos ezzel foglalkozni, amíg nem lett egy független polgármesterünk. És Esztergom elkövette azt a hibát is, hogy a, hát sajnos nem váltotta le a fideszes képviselőket a testületben, csak a fideszes polgármestert és bíztak abban, hogy majd tudnak együtt dolgozni. Nem tudtak. És nyilván addig állt a város, amíg ö, nem sikerült egy fideszes polgármestert válaszolni. Tehát hirtelen megoldott minden probléma, de valószínűleg ez is egy véletlen egybeesés lehetett, ki tudja, az is lehet, hogy Tétényi Éva néhány nap alatt halmozta fel azt a rengeteg tartozását a városnak, bár erről amúgy tudjuk, hogy nem így volt. De igen, higgyétek el, én, én, én tudom, tudom milyen ez. Bár akkor amúgy, na mindegy, csak hazajártam, én Sopronban éltem, de, de láttam épp elget ebből. Érdekes volt a Sötét utcákon sétálgatni Esztergomban. Írjátok le azt is, hogy, hogy hogy tetszenek ezek a videók, ezek a kis kifejtős szösszenetek, és hogyha tetszik, hogyha szeretitek, akkor én mindenki fogok még ilyeneket csinálni. És hát már, ilyen, már ennyi voltunk, de jövő héten újra visszatérünk egy másik Hókusz adással. Tartsatok velünk akkor is. Köszi, hogy itt voltatok. Sziasztok!